Üdvözlöm a kedves nézőimet, és ez itt a tudományosan sorozatunk következő része, amelyben beszélünk egy kicsikét a rollerekről. Senkit ne zavarja meg az új stúdió dizájn, itt már végre nem ülök a földön, szóval én örülök neki. A roller bizonyítottan ott volt az embernek az őstörténetében, igencsak aktívan, nagyon régre visszanyúlóan, és még ma is nagyon szívesen használják az emberek, akár utazási jelleggel, akár sport jelleggel, akár csak úgy fanból. A Razor 3 rollerét szeretném nektek megismertetni ebben az adásban, egy kicsikét tudományosan megközelítve. Kezdjük először méretben a legkisebbel, és úgy induljunk el fölfelé a legnagyobbik. Az első termékünk nem más, mint a Razor Black Level Ertek. Igen. Ez a neve. Te meg Béla vagy, mégsem szólunk be miatta. A termékek bemutatásában még nagyon fontos szerepet játszik Feri. Feri fogja bemutatni nekünk vizuálisan a rollereket. Szóval a Razor Black Level Razor első terméke, amivel kezdjük. Kussoljon már az asszisztens! A méretéből adódik, hogy a három közül ennek van a legkisebb súlya is, ami nem más, mint 4,7 kg. Ez nagyon fontos, hiszen ez teszi lehetővé annak a rollernek a lényegét, azt, hogy ez a roller alkalmas legyen biceps gyakorlatok elvégzésére. Valamint egyesek szerint a kis súly arra is alkalmasabbá teszi, hogy ezzel a rollerrel könnyebben tudjunk trükköket megtanulni, esetlegesen, hogyha ilyen célra szeretnénk felhasználni, de a bicepsezés az jó. Nagyon fontos, hogy kettő kritériumnak megfeleljünk, mielőtt még megvásárolnánk magunknak ezt a rollert. 1. Az életkorunk legyen 6 évnél fentebb, illetve a maximális terhelhetősége a rollernek 100 kg. A színe gyönyörű szép ezüst-fekete, ami alkalmasra teszi őt arra, hogyha eltaknyálunk vele a betonon, akkor tudjuk azt mondani anyánknak, hogy az csak rajta egy sportcsík, ami már gyárilag is rajta volt. Termék méretei a következők: 74,4 x 11 x 48 cm, ami alkalmasra teszi arra, hogy roller legyen. Valamint még vannak fontos jellemzői, amiket meg kell, hogy említsek. Alumínium platform. Alumínium. Állítható kormány magasság. Vagy esetleg pumpa szimulátorként is használható. Puha gumimarkolat. Ó, igen. Ó, igen. Nem összecsukható alumínium merev váz. Mondom, nem összecsukható. Szuper széles uretán kerekek. Mi az az uretán? Ne szórakozzatok már velem. A lényeg, hogy szuper széles, így stabil. Hátsó sárhányófék a megállás rásegítésére. Következő. A második a listán nem más, mint a Razor A5 Air. Ami miért ér? Repül is, vagy mi? Tehát azért ér, mert úgy suhan a betonon, mintha a levegőbe menne. És egyébként ez tényleg így van, hiszen ez nem másnak, mint az egésznek az összeállításának köszönhető, szóval beszéljünk egy kicsikét erről. A felhasználásához megint kettő komoly kritériumnak kell megfelelnünk. 1. 8 évnél idősebbek legyünk, illetve a maximális testsúlyunk 100 kg alatt legyen. A termék súlya nem kevesebb, mint 5,9 kg, ami tökéletesen lehetővé teszi kétkezes biceps gyakorlatok elvégzésére. Illetve egyesek szerint azért is nehezebb, mert keményebb a váza, meg jobban bírja a strapát, meg ez nem igazán ugrálásra való, hanem inkább közlekedésre, de ez szerintem hülyeség. A bicepszezés az jó. Nézzétek csak Ferit. Nézzétek meg jobban Ferit. Na ugye, hogy jó. A termék mérete összeállítva 104 x 89 x 53 cm, ami valószínűleg ismét egy rollernak a méreteire utal. Valamit még meg kell említeni nála is, az egyéb információkat, mint például a szabadalmaztatás alatt álló stabilizáló mechanizmust. Tehát jó gurul! A hosszú távra tervezett pneumatikus kerekeket. Vagyis nagyon jól gurul! Extra hosszú platform. Állítható kormánymagasság. Puha gumimarkolat. Visszahajtható kitámasztó. Na és ami még nagyon kis kompaktát teszi ezt a kis eszközt, az nem más, mint az, hogy nagyon egyszerűen kicsivé összecsukható. Na, ez most hogy működik? Csukkodj már! Na már! Nem látom át! Lehet rosszul állok neki. Ott egy rugó. ezt nem lehet szétszedni. Megállapítottuk ezt is. Feri, engedj oda. Várj. Végül is egy 18 perc alatt megoldották, nem? A következő nem más, mint a Razor E300, ami igazán kimagaslik a rollerek közül, hiszen ez nem egy egyszerű roller. Ez a rollerek édesanyja. Ez a szabadság megtestesülése. Ez a rollerek rollere. Egy elektromos roller. Mielőtt még felpattannánk, életünk első saját elektromos rollerére 2 kritériumnak kell megfelelnünk. 1. 16 éven felülieknek kell lennünk, illetve 100 kg alatt. Bocs, Feri. A termék súlya 21 kg, ami tökéletesen alkalmasra teszi őt arra, hogy a mellizmunkat fejlesszük egy fekvenyomópadon. A termék méretei összeszerelve 104,14x43,18x 106,68 cm, amelyek egy robosztus méretet adnak neki, amelyek igazán tükrözik azt, hogy ez bizony egy elektromosan meghajtott roller. A 24 voltos zártólomsavas újratöltető akkumulátor 2 darab 12 voltosból tevődik össze, ami nagyjából 40 perc, 1 óra használati időt tesz lehetővé, természetesen ez attól is függ, hogy mennyire küldjük neki nyírgázon. Hogyha valaki feláll a rollerek rollerére, akkor 24 km/h-val hasított. Ezt a 24 km/h-t egy nagy nyomatékú lánchajtású motor húzza ki magából. Nagy váz mellé nagy platform jár, így nagyon jól el lehet rajta helyezkedni. Természetesen itt már a sárhányófék nem megfelelő, így egy kézi vezérlésű féket kapunk, amely hátul fog. Tehát ez lett volna a Razor 3 rollere, mi nagyon élvezik a tesztelésüket, mert szerintünk nagyon király cuccok, és reméljük nektek is elnyerte a tetszéseteket. Én megköszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna már a műsorunk, és legközelebb... Kiviszett terepere. De jó vagy. Bekanyarodik ide. Hozzávágom a rollert. Érted? De így lendület. Jó. Ezt nem lehet szétszedni. Megállapítottuk ezt is. Ezt nem lehet szétszedni. Feri, engedj oda. Sikerül. Minek kéne történnie? Igen. Ne engem vegyél. Na jó vagy, Levi? Na ó, neki menjek. Hát addig elnél. Melyet? Nem addig. Ó, szép. Ez egy kicsit gyors. Meg itt már, mint Ken Black videójában, tudod, már ott vannak a guminyomok. I don't think you hurt me.